Akik eljöttek ezen a délutánon a kampuszra, egyfajta gondolkodásmódot ismerhettek meg ahhoz, hogy különbséget tudjanak tenni hír és álhír között. Én szakmám szerint filozófus vagyok, tehát filozófia végzettségem. Szűkebben kommunikáció filozófiával, nyelvfilozófiával foglalkoztam, és innen fogok indítani. Most a filozófiának, kommunikáció filozófiának a tézisei, állításai, megjegyzései ezen téma kapcsán, tehát az álhír, hamis hír, meg egyáltalán, hogy mi igaz, mi hamis a médiában, vagy nem is kell média hozzá, nem elég egy médium hozzá, hogy egy emberről eldöntsük, hogy igazat mond vagy sem. Ezzel kapcsolatban én olyan igazságokat szeretnék mondani, ami nem empirikus, tehát nem ad arra módot, hogy ott éppen konkrétan kiderítsük, hanem annak az elvét adja meg, ami minden egyes állítás esetében igaznak kell, hogy legyen. Mondok egy példát. Az első rész is az, hogy az álhír az nem hír. Ez nagyon érdekes, ugye, mert már a nevében benne van, hogy áll. Tehát, hogyha valami áll, nézzük csak, mikor Mátyás király meséjéről van szó, aki kolozsvári bíróban áruhát ölt. Mondjuk paraszti áruhát. Ha áruhát ölt, akkor ő nem paraszt, hanem király. A kérdés az, hogy honnan tudjuk egy látszatra teljesen azonos dologról eldönteni, hogy az egyik ez, a másik nem az. És az a tézis az lesz, hogy más a szándéka. Tehát nem pusztán azt kell látnunk, hogy igazat mond, vagy nem mond igazat, hanem milyen szándék van mögötte a különféle hírközlések mögött. Ha ezt nem tudjuk megtenni, hogy a szándékok alapján felderítsük, akkor soha semmilyen módunk nincsen megállapítani, hogy álhír vagy igaz hír. A hírek útvesztőjében történő eligazodáshoz léteznek azért kapaszkodók, de alapvetően a hírközlő és a hírolvasó közötti bizalmi viszonyról van szó. Az egyetemesség az nem pusztán azt jelenti, hogy a mai élő összes emberre igaz és érvényes az, hogy akkor tudjuk megkülönböztetni, hogyha tudjuk, hogy mit akar. Hanem ez azt jelenti, hogy korábban is így volt. Tehát az álhírség az most nagyon divatos lett a digitális világban. No, de kérem, hogyha Sun Tzu könyvét elolvassuk, vagy belepillantunk, aki egy kínai hadmestereknek írt könyvet, és a több ezer évvel ezelőtti hadvezetéseknek az első tanácsa az volt, hogy amit a hadseregedről az ellenség tud, az ami van, azt arról higgyi azt, hogy nincs, ami nincs, arról pedig higgyi azt, hogy van. Tehát a megtévesztés az mindenféle emberi taktikának, hadvezetésnek és a hadvezetés kitágíthatjuk. Az ember jellemzője az, hogy valamilyen módon formálni és módosítani akar a valóságon a saját javára, vagy a gyermekei javára, vagy akármilyen ideológia vagy eszme javára. Tehát ilyen értelemben ugye a kérdés az volt, hogy van-e valamilyen fogódzónk, tehát egyrészt kiküszöbölhetetlen a szubjektum, másrészt igenis van fogódzónk, mert azért ez a több, még azt akartam mondani, hogy több ezer éves, de gyakorlatilag a fajunkkal egyidős, vagy a gondolkodással egyidős probléma, azért az megmutatja azokat a helyeket, ahol ezt tetten érhetjük, és így kerülünk majd az igazság fogalmához, mert általában az álhír az valamilyen az igazsághoz fog kapcsolódni, hogy az igaz lesz, vagy nem igaz, és el tudjuk-e dönteni, meg tudjuk-e látni, hogy igazat mond, vagy nem igazat, és következik a következő meglepő tézis, hogy nem az igazságról szól az álhír, mert alapvetően a bizalomról szól. Hiszen amikor a tétje egy portálnak, hogy igazat mond, vagy nem, az lesz, hogy fog-e a következőkben hinni az ember annak a portálnak, és most következik a kulcsmondat, hogy az álhír bizalom az a jövőre vonatkozik. A jövőben pedig nincsenek tények. Ha nincsenek tények, akkor nincs igazolás. Hanem majd lesz igazolás, amikor azok a tények, vagy az a valóság darab úgy, ahogy megszületik. Tehát ez lesz az előadásnak a második nagy epizódja, amikor azt nézzük meg, hogy miért hiszünk annak, ami még nem tudjuk, hogy lesz. És ebben az van benne, és akkor itt a megoldás, hogy a valóság az egy fluid dolog. És amikor mi hiszünk egy embernek, akkor nem azt hisszük, hogy ez úgy lesz, hanem azt hisszük, hogy ő neki van ereje és hatalma, és megbízható abban, hogy befolyásolja, hogy ez úgy legyen. Tehát az álhír, igaz hír, hamis hír, az feltételezi azt, hogy az ember szabad, mert hogy tudja befolyásolni azt a jövőt, ahol majd előáll az a tény, ami aztán majd igazolja őt vagy sem.
A következő előadás december 15-én 17 órakor lesz az Ajka Campuson, ahol folytatódik a hírek világának feltérképezése. Néhány hónap ezelőtt fogalmazott meg bennem az ötlet, hogy egy ilyet kellene indítani, és hál' Istennek, de nem volt nehéz, hál' Istennek, a Pannon Egyetem is partner volt ebben, és ha már itt van az Ajka Campus, ugye töltsük meg szellemiséggel. Több előadás volt már, de nem ebben a kurzusban. Most ez egy olyan agyszülemény, hogy úgy mondjam, amivel szeretném önöket, az ajkaiakat, korosztálytól függetlenül kicsit közel vinni az újságíráshoz, bepillantást engedni a újságíró műhelybe, és a legfőbb cél az, hogy egy nyelvet beszéljünk. Ehhez pedig az kell, hogy tudjuk, hogy mit olvasunk, miről van szó, mikor kell gyanakvással élnünk, és mikor fogadhatjuk el azt, amit szemünkkel látunk, bár nem tapasztalunk az életben, de kénytek vagyunk ugye elhinni. Most ugye nem vagyunk túlságosan sokan, de hát mi a sok? Én nem olvastam a Harry Potter, de valami ilyesmi van benne, hogy ott, ahol a sikert osztják, hitünk ereje többet ér követőink számánál. Az idő bebizonyítja, hogy a jó kezdeményezések, ha termékeny talajra hullanak, már pedig Ajka az, úgy általában, előbb-utóbb gyümölcsöt is hoznak. Ennyit bevezetésképpen, meg még talán annyit, hogy több foglalkozásunk lesz még, ilyen tucatnyira gondoltam körülbelül, ami az egyetem, illetve a MUOSZ közreműködésével fog megvalósulni. A legkülönbözőbb témákban, ha valaki követi a hirdetményeinket, a meghívóinkat, akkor időben értesül ezekről. És most bemutatom önöknek dr. András Ferencet, a Pannon Egyetem docensét, aki, ha minden igaz, az igaz hír, hamis hír, álhír témában mondja el körülbelül 40-45 perces tervezett előadását. Tehát akkor kérem, fogadják szeretettel dr. András Ferencet. 3-4 lépést fogok én elmondani, és az lesz minden célom, hogy érdekes legyen, amit mondok, és érthető legyen, amit mondok, mert riasztásképpen annyit mondok, hogy én filozófia szakos vagyok. Az lesz majd a második lépés, hogy elmondom, hogy mi köze a filozófiának a fake newshoz, a hamis hírhez, hogy az igazsághoz mi köze azt a bevezetés a filozófiát végighallgató hallgatóm, aki Veszprémben járt hozzám, azt már kicsit sejtheti, meg talán többen is már tudhatják, hogy az ismeret elmélet, mert az igazság fogalma azért a filozófiához közelebb áll, de hogy ennek a szűken médiumokhoz, meg a médiához kötődő témának mi köze, az lesz majd a második lépés. Az első lépés az az, hogy honnan jöttem. Tehát azon túl, hogy Veszprémből, a Veszprémi Egyetemnek az úgynevezett társadalomtudományi karáról, modern filológia és társadalomtudományi kar, ez egy ilyen jó bonyolult név, ahhoz pont elég bonyolult, hogy az ember ne felejtse el, hogy van ott valami, de ne emlékezzen arra, hogy mi is az pontosan. Tehát van ott egy ilyen társadalomtudományi kar, a kommunikáció szak, a kommunikáció és médiatudomány szak, amelynek alapítója vagyok és szakvezetője. Nem volt még soha Veszprémben, akkortól lett, mikor ezt összeraktuk itt a dékáni, tehát a karnak a vezetésével, most már negyedik évfolyam is van, tehát 4 évvel ezelőtt. Az egy társadalomtudománnyal kapcsolatos tudományág, miközben a filozófia az nem társadalomtudomány, de ebben nem menjünk bele. Én se régóta tudom. A Társadalomtudományi Intézet vezetője voltam éppen abban az időszakban, de a filozófia az inkább a bölcsészettudomány, vagy még azon is túllévő, vagy sehol bennem illeszkedő terület, de ez ismétlem a második lépcsőfok. Az első lépcsőfok az, hogy innen jöttem, és hogyha valaki esetleg ebbe az irányba érdeklődne, nem kell most már elmennie a Corvinus Egyetemig, ahol megszűnt a magyar nyelvű képzés a kommunikációhoz, nagy hagyomány és nagy vezető egyeteme volt ennek a szakmának. Nem kell Pestre mennie, azt hiszem, hogy Sopronban is van ilyen képzés, de az nagyon messze van, nem menjenek olyan messze. Tehát, hogyha ezt hallják az unokájuk, vagy a gyermekük, vagy a rokonuk, vagy éppen a ugye élőadásban megy bárki hall ilyet, akkor tudja, hogy van egy ilyen lehetőség Veszprémben, hogy kommunikáció és médiatudományt ott is lehet tanulni. Na most, média, filozófia, ugye az alapvető sajátossága a filozófiának az, hogy nem empirikus tudomány.
Az empirikus tudomány az az, amikor van egy állításunk, mondjuk azt, hogy minden holló fekete, akkor az addig igaz, amíg kiballagunk a világba, megnézzük a hollókat. Amint találtunk egy fehér hollót, akkor már falszifikáltuk, hibásítottuk azt a tézist, megcáfoltuk a tézist. Hogyan? Hát úgy, hogy találtunk rá egy ellenpéldát. Én most elfogult leszek az én tudományággal szemben, amennyiben a filozófia tudományák. És azt mondom, hogy ezek mindig sántítanak az empiriák, azok mindig a második vonal. A tudomány királynője, tudják-e önök, hogy az melyik? Hát akkor egy jogásszal állunk szembe, mert nem az, hanem a matematika. Azt mondják, van egy ilyen mondás is, hogy minden annyiban tudomány, amilyen mértékben a matematikát fel lehet benne fedezni. Amennyiben az kiszorul, akkor már nem is tudomány. Hát én ebben nagyon hiszek. A probléma az, hogy soha az életben nem látunk egyenest, meg derékszögű háromszöget, de mindenki érti. Tehát nem hogy érti, hanem a nem létező értett alapján ítéli meg a létező, megrajzolható, tapasztalható egyenest és derékszögű háromszöget. Kell egy világot tételeznünk, ahol ezek a mértékadó, nem tapasztalati dolgok létre, különben el kell dobnunk az értelmét. Azt meg nem tehetjük meg, mert e szerint élünk. Mert telkeket hasítunk ki, és miközben telkeket hasítunk ki, az egyenest használjuk, meg a görbét, meg a derék, és így tovább, meg számolunk, hogy hány egység, meg mikor kereskedünk, összemérünk összemérhetetlen dolgokat. Ilyen fogalomról ne is beszéljük, ami a egész emberi kultúra legegyszerűbb egyetlen fogalma. Ha most önök majd erősítsen meg, kedves ex-hallgatóm, hogy én szoktam piros pontokat adni. Szoktam vagy nem szoktam? Igen. Ön kapott? Na, hát akkor ön egy aktív. Tehát most is sok piros pontot adnak az embernek, aki megmondaná, mit piros pontot a szemeszter végi ötöst odaadnám, hogy melyik az emberiség legegyszerűbb fogalma, ami alapján aztán az összes többi fogalom működni fog. Az azonosság fogalma. Ami alapján működik a hasonlóság, mert a hasonlóság tételezi azt, hogy valami azonos a kettőben, de különbözik is, de az azonosság nem tételezi a hasonlóságot. Azt köszöni meg, van jól van magában is. Ha nincs, ami különbözik, attól még azonos lehet. Mi emberek azonosak vagyunk egy faj, a kutyák egy másik faj, a derékszögű háromszögek szintén egy csoport, mikor halmazokat alakítunk és a közös dolgokat beletesszük, és rákérdezünk arra, hogy na de mi alapján azonos? Ez alapján működik a fogalomrendszerünk, ez alapján tudunk pirosat nevezni, ez alapján tudunk tökfőzeléket megnevezni, embert nevezni, ez alapján értjük egymást. Eszter itt van példaként, hogyha én mondom azt, hogy kimentem a udvarra vízért, akkor ő ezt értheti sokféleképpen, hogy azért, mert szomjas, azért, mert fürdik, azért, mert ez jelszó közöttünk, mint a volt egyszer egy vadnyugatban, hogy akkor fognak támadni a nem tudom, és akkor el kell engedni a vödröket. Tehát ennek sokféle jelentése lehet, és akkor értjük egymást, ha ugyanarra gondolunk. Ha nem, akkor annak van másik a neve, félreértjük egymást. De hogy mi az az azonos, a tökéletesen azonos, arra választ kaphatnak, hogy eljönnek a Veszprém Egyetemre is. Oké, azt hiszem épp ideje a második stációnkkal végezni, aminek a végszava az, hogy a filozófia valami ilyesmi, nem valami, egészen konkrétan ilyent keres a különféle vonatkozási pontokban, ami éppen elékerül tárgyként, jelen esetben ez az álhír. Hogy valami olyasmit szeretnék mondani önöknek ennek vonatkozásában, ami nem egyszer így van, egyszer úgy van, mert egyszer így tapasztalom, hanem mindegyikre jellemző. Olyan tulajdonságát szeretném felmutatni az álhírnek, amivel ha nem rendelkezik az az adott dolog, akkor nem nevezhető álhírnek. Egyetemesen és szükségszerűen igaz. Kezdjük a kolozsvári bíróval. Remélem mindenki ismeri ezt a mesét, ha nem, akkor mindjárt elmesélem. Mátyás király meséjéről van szó. Vagy gyerekkorúban hallották, vagy a gyereknek mesélték, vagy már az unokának is mesélték, vagy Isten tudja, mennyit mesélték. Beöltözik Mátyás király,
háruhába, hogy leleplezze, hogy az a kolozsvári bíró tényleg most akkor visszaél a hatalmával, vagy sem. Mit csinál Mátyás király? Áruhába öltözik. Ugye? Álruha. Mondjuk egy paraszti áruhát ölt magára, és úgy megy be, és eljátsza azt, hogy ő paraszt. Kérdezem önöket, Mátyás király paraszt? Nem. Csak annak néz ki. Fordítsuk át. Az álhír, az hír? Ó, itt jönnek az első gondolatok. Annak néz ki, az biztos. Csak jó, ha annak néz ki. Így van. Nagyon jó, nagyon jó. Öt piros pont. Jó, egyesével nem osztunk piros pontot, de vigyázzon rá, nem ám elosztogatni mindenféle jöttbent embereknek. Én radikálisabban fogok fogalmazni, az álhír az nem hír. Ahogy Mátyás király nem válik parasztá azzal, hogy felölti a paraszti áruhát, úgy az álhír sem hír azzal, hogy felölti a hírnek a látszatát, az áruháját. No de ha nem az, akkor mi? Ez a második kérdésünk. Hoppá! Ön már járt hozzám órára? Így van. Márpedig, mert ugye a hírnek, és akkor nézzük csak, a hír mitől lesz szükségszerűen hír, mert anélkül meg nem hír. Figyelj, tök egyszerű dolgokat fogok mondani, mindenki tudja. A hír akkor és csak akkor hír, hogyha valamilyen információt közöl. Információt és nem mást. Oké? Ha ezt nem csinálja, akkor lehet bármi, de hogy nem hír, az egészen biztos. A nevében benne van, csak nem akarom definiálni a definiendumot úgy, hogy felhasználom a definiendumot a definícióban. Tehát magyarán a hibát most elkövetem, hogy világos legyen, hogy a hír az akkor és csak akkor hír, hogyha olyant közöl, ami hírértékű. Az álhírnek a lényege, hogy nem olyant közöl. Tehát ő nem hírt akar közölni, hanem mást akar. És itt már alapvetően kitapintható a különbség, aztán, hogy mennyire megyünk vele, azt majd mindjárt kiderül. Az, hogy a hírközlés, hogy valami hírközlés legyen, az egészen biztos, hogy elegendő egy szándék. Lehet több is, de minimum egy kell, és többre meg nincs szüksége. Tehát, hogyha veszünk egy teljesen fapados BBC hírbeolvasót, akkor az a hírközlést kimeríti és végre tudja hajtani azzal az egyetlen szándéka, hogy ő csak hírt akar közölni. Mikor csak hírt mondok, akkor az nem a hír mennyiségére vonatkozik a csak, hanem a szándékra vonatkozik, hogy mást nem akarok, csak hírt közölni. Mikor álhírt mond valaki, akkor viszont kevés az egy szándék. Mert közlési szándéknak itt is kell lenni, mert hogyha nem szólal meg, meg nem közöl meg semmit, akkor megint csak nincs álhír sem. Tehát a közlési szándék ott van, viszont ott van a másik szándék, a megtévesztés. És megtévesztés nélkül sincsen álhír. Tehát filozófiailag, deduktív módon, egyetemesen ez a különbség fennáll. A hírmondáshoz elegendő egy szándék, több szándék is lehet, de szükségszerűen egynek lennie kell, viszont az álhírnél szükségszerűen kettő szándéknak kell lennie, bármelyiket kihagyom, logikai ellentmondást kapok, hogy én álhírt kapnék. Nem álhír az, amikor nem akarok megtéveszteni, és az sem álhír, amikor meg akarok téveszteni, de nem szólalok meg. Tehát ezt a kettőt kívánja. Most már akkor világos, hogy honnan induljunk el, hogyha meg akarjuk különböztetni a kettőt. Innen elindulhatunk, csak hogy nem nagyon vagyunk előrébb, mert leülök a képernyő elé, jönnek a hírek, honnan tudom én eldönteni azt, hogy az, ami elém kerül, az álhír, vagy hír, hogy hány szándék van benne. Az ösztönünk azt mondja, és az én ösztönöm is ezt mondta, hogy 4-5 évvel ezelőttől fogva foglalkozom ezzel a témával, és ilyen értelemben mentem a saját ösztönöm után, meg mentem a hagyományos felosztások után, hogy kb. Úgy kell ezt eldönteni, és nagyon meglepő dolgokra jöttem rá. Teljesen adják magukat a dolgok, hogy hogyan lehet, és utána hogyan kell teljesen szembe menni ezekkel a dolgokkal.
Most két dolgot mondtam, hogy hogyan lehet és hogyan kell szembe menni. Az első, hogy hogyan lehet, az itt is felmerül már, hogy nyilván aki igazat mond, az nem lesz álhír. Aki az álhírnak az is kell, hogy valamit hamisan mondjon, tehát ferdítenie kell a valóságot. Ezzel viszont probléma van. Figyeljék csak, kicsit meg fogom tornáztatni az agyukat, de hát azért jöttem ide. És ilyen egyszerű dolgokkal fogom megtornáztatni. Hogy az a gáz, hogy a hamisság az nem föltétlen jó tanácsadó ilyenkor nekünk, hogy eldöntsük, mi álhír, mi igaz hír. Vagy nézzük, hogy miért nem. Mondok én egy olyant, ami hamis, de nem álhír. Ilyen a tévedés. Mi van akkor, hogy a tévében mondó rosszul tudja azt, hogy Kínában felrobbant valami, és ő úgy tudja, hogy tényleg felrobbant valami, miközben nem robbant, hogy bemondja. Azért a szándék itt már segít, mert a tévedésnél mi nincs? Megtévesztési szándék nincsen, ugye? Megtévesztés az van, mert olyant mond, ami nem úgy van, a valóságtól eltér, de szándék nincsen. Most jön a kedvenc fordulatom, erre a mondatra nagyon büszke vagyok. Kérdésként teszem föl, és utána csavarunk rajta egyet, és lehet, hogy terepszózós ez a kis előadás, mert nagyon, nagyon izmos lesz, de nagyon érdekes. Figyelj, mit egy kis feladvány. Szóljanak, hogyha felkészültek. Jó, ezt úgy tekintem, hogy felkészültek. Önök szerint lehetséges-e igazat hazudni? Így van. Ott tudsz előbbi példa, ugye? Habár az ugye az még nem biztos, mert azért nagyon fontos, hogy a hazugság az tudatosságot követele. Igen. Igen. Márpedig a tévedés követele tudatosságot. Nem. Ugye? Na most figyeljenek. Az a helyzet, hogy akkor tudok igazat hazudni, kapaszkodjanak. Ez lesz az előadás legnehezebb, vagy nem tudom, legkigyúrtabb, legizmosabb része, jó? Tehát most fekve nyomunk, most 210-re raktuk fel, ez most ilyen egy... Na jó, nekem több is megy, de csak... Oké. Okay. Mi van akkor, hogyha én mondjuk Anettet be akarom csapni, és azt hazudom neki, hogy kint esik az eső, pedig tudom, hogy kint nem esik az eső. Anett megkérdezi tőlem, hogy esik-e kint az eső. Én tudom, hogy nem esik, de azt mondom, hogy igen, esik. És közben még eredt az eső. Így van. Igazat hazudtam. Mert át akarom vágni, tehát megvan a hazugság szándékom. Nem sikerült. Tehát ilyen értelemben igenis lehet igazat hazudni. Tehát valójában, és itt a konklúzió, az álhír nem az igazsággal megy szembe, hanem az igazságokba vetett hitünkkel megy szemben. Ha én tévedek, akkor lehet, hogy az igazat fogom mondani, mert hogy tévedésben vagyok, de a rossz szándékom azért ott volt, mert én Anettet be akartam csapni, tehát ilyen értelemben kimerítem az álhír fogalmát, meg a hazugság fogalmát is, de a hamisság fogalmát meg nem merítem ki, mert igazat mondtam. A karma visszajött. A karma, ugye? A karma visszajött. Igen. Na, kérem szépen, és hát most jön a legbrutálisabb rész, ami már könnyű lesz, tehát nem lesz nehéz, ezt már könnyű megemelni. Mert felbukkan benne, ugye az igazsághoz mi közünk van, mi nem? Hát az igazságot most úgy rögzítsük pusztán, hogy az valami olyasmi, hogy két dolog kell mindenképpen hozzá. Kell az, aki valamit megnyilvánul, valamit közöl, tehát valamilyen kommunikáló fél kell hozzá. És kell valami olyan, amiről beszél. Tehát kell egy beszélő alany, meg kell egy tárgy, amiről ő beszél, egy téma, amiről éppen szó van. És a kettőnek a megfelelése lesz, aztán ami az igazság hamisság alapjául szolgál. Tehát magyarán, hogyha én azt mondom, ami van, tehát a nyelv az megfelelésben van az általa tükrözött, közvetített, leképezett valósággal, azt nevezzük igazságnak. Hogy ez most leképezi, ez korrespondencia, vagy koherencia, vagy pragmatika, ezek a három nagy igazságelmélet van, hogy hogyan működtetjük, de mindenképpen kell hozzá valamilyen kommunikáló forma, valami nyelvi forma, ami megfelel valami nem nyelvinek.
És akkor a kettő, aztán miben áll, az erről szól a nyugati filozófia ismeretelmélet. Tehát ez egy brutális téma, de ez a megfeleltetés, ez így van. És itt van az álhír, igazhír, hamisság vonatkozásában, és most már kimondom ezt a fogalmat, amihez én jutottam végül is, a hitelességnek az alapvető születési pillanata. Mert az a helyzet, hogyha ezt az alapvető felosztást elfogadjuk, akkor iszonyatos nagy bajba keveredtünk. Minél inkább visszamegyek az időben, annál nagyobb bajba vagyok ilyen esetben, de elméletileg nagy problémám nincsen. Oké? Csak hogy a hitelesség vonatkozásában, meg az álhír, meg a média vonatkozásában is, különösebben minket a múlt nem érdekel, mert nem történelemkönyveket, meg történész szaklapokat olvasunk, amikor ilyen problémába kerülünk, meg jelen időben sem van nagyon problémánk, mert nem a tudományos cikkek vonatkozásában van ilyen problémánk, hanem a hétköznapi értelemben vett esetekben, és most jön a brutális hiba. Hiba, kihívás. A hiba az óra, majd visszatérek. A jövő idővel van bajunk. Ugye a hitelesség, tudják, hogy angolul két szó is van a hitelesség fogalmára? Az egyik az úgynevezett authenticity, az autentikus, hiteles forrás, az, mint hogyha a múltba menne vissza. De mikor bemegyek a bankba, és azt mondom, hogy hello, figyó, itt a fizetési jegyzékem, 10 millió kéne 20 évre lakásra. Akkor milyen kártyámat néznek? Kredit. Credibility. Az is hitelességet jelent. És akkor mit néznek? Kicsit a múltamat, de az a helyzet, hogy a jövő vonatkozásában merül fel a hitelesség kérdése. És most csatoljunk vissza. Holnap, klasszikus arisztotelészi mondatot mondok, holnap tengeri csata lesz. Igaz vagy hamis? De most már tudjuk, hogy miért nem tudjuk eldönteni, mert nincs meg, még nem történt meg a referencia. Menjünk át, én azt mondom, hogy figyú, K&H, ja, bocs, nem mondjunk székeket, ugye, mert élőadásban vagyunk. Akármilyen bankot mondok, hogy figyú, adj nekem hitelt, mert 10 év után vissza fogom neked fizetni. Igazat mondok, vagy hamisat? Ugye? Egy állítás mond. Vissza fogom, majd. Igen. No, de itt, ugye mi most tudósok vagyunk, és nekünk annyi elegendő, hogy az biztos, hogy van a hitelesség fogalmat, azt értjük, de már azt is értjük, hogy az igaz-hamis fogalmat nem csatolhatjuk hozzá, mert nincs referencia. Mégsem mondhatom azt, hogy nincs olyan, hogy hitelesség. Mert van olyan, hogy annak az embernek vagy cégnek inkább adok hitelt, a másiknak meg kevésbé. Nem azonosak a hitelességgel rendelkező portálok, hírforrások, emberek, személyek, országok, cégek, és folytatva. És ez mindig is így volt. Ez nem a mi korunk, ez nem a bankok korszakának, nem a cégekről szól. Tehát valami alapján, és ekkor jött az a gondolat, hogy amennyiben a hitelesség fogalmát értjük, és én azt mondom, hogy értjük, akkor kiküszöbölhetetlen az, hogy úgy tekintsünk a valóságra, a jövőre különösképpen, hogy én arra hatással tudok lenni. És az lesz a hiteles, nem aki igaz, hanem akinek az erejében bízok, az a bizalomról szól, hogy tudja úgy a jövőjét alakítani, akár a 10 évre felvett hitel vonatkozásában, mert egészséges és még nyugdíjig ennyi éve van, meg gyerekei vannak, meg csokot vesz föl, meg ilyen végzettsége van, meg ilyen szakmája van, és a társadalmi környezet olyan, hogy az orvos szakmát megfizeti, a másik szakmát kevésbé, az egyiknek ennyi hitel, és így tovább. Tehát különféle paraméterek vannak, de ezek a paraméterek mind-mind arra valók, hogy a jövőt kiszámítsák, mert ezt a jövőt ezekkel a képességekkel tudom úgy befolyásolni, hogy az ígéretem valósággá váljon, megszülessen az a referencia, ami igazolja a jelenben tett ígéretemet, és a jövőben fog megvalósulni. Tehát alapvetően a hitelesség az nem az igazról és hamisról szól,
hanem alapvetően a bizalomról, az én erőmbe vetett hitem, ő hitükről, tehát bizalomról szól, és hát az a helyzet, hogy a hitelesség fogalma, ez jó hír lesz most, és ez lesz a zárszó, 43 van, az azt igazolja, hogy az ember szabad. Mert hogyha determinisztikus lenne a világ, akkor nem kellene nekem ígéreteket tenni. Akkor azt mondanák, hogy csakkom, kiszámolom. Vagy ha tudom, hogy nem tudom kiszámolni, akkor meg egy szavadat nem hiszem el, mert nem tőled függ, hogy mit ígérsz, hanem úgy is úgy fog történni, ahogy, ahhoz meg neked semmi közöd nincsen. A hitelesség fogalma pontosan azt jelzi, hogy igenis van közünk a jövőnkhöz, tudjuk formálni azt a jövőt, mert a valóság kérem szépen nem statikus, hanem fluid, és a mi erőnknek a jelenbeli minősége határozza meg a jövőbe, most figyeljenek, a mások mi jövőnkbe vetett hitét. A mi erőnk határozza meg. Ha én hiszek az amerikai hadsereg erejében, akkor én ma látom azt az erőt, és bízom abban, amennyiben hiszek benne, hogy 5 év múlva is még ő fogja azt a csatát nyerni, és nem pedig más erő. Mert tudja úgy befolyásolni a jövőt. Tehát a hitelesség, amit várunk, és ugye a fake news-tól, az igazságtól, a hamisságtól jutottunk idáig, az egyrészt, hogy értjük, azt tételezi, hogy bízunk az emberben, mert van ereje és módja a jövőt befolyásolni, méghozzá az ígérete alapján, és ez csak akkor lehetséges, hogyha ő okozni tud, és ha tudja okozni, akkor azt jelenti, hogy a döntései hatással lesznek, tehát szabad az ember, és következményei lesznek az ő tetteinek, és ezért felelős az ember. Ugye itt az interjúban előttünk beszéltünk, hogy azért vagyunk felelősek, amiket mi okozunk, és a felelősség, szabadság, hitelesség, azok ebben az értelemben szinonímák, mert egy az alapjuk, a jövő befolyásolásának ereje. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen, Ferenc! Köszönöm. Ez az előadás több volt, mint amire számítottam, mert nagyon jó alapvetést ad a következőkhöz, és olyan kristálypontokat jelöl ki, amin érdemes elgondolkodni, és érdemes az összefüggéseken elgondolkodni, hogy mi van a két pont között, és hogyan függenek össze ezek a fogalmak. Szerencsére ugye a Facebookon közvetítettük, és ott elérhető lesz, visszanézhető lesz, amit most hallhattunk, mert őszintén szóval nekem is vannak olyan részek, amiket még egyszer át kell nézni, hogy hogy is van ez pontosan, tehát nagyon jó gondolat, mert azt meg tudom ítélni, hogy milyen szántó volt, meg tanultam is belőle, és egy szemléletmódot ad a hírek kezeléséhez, és nem az, hogy vannak álhírellenőző portálok, nem arról szólt, féltem is, hogy politika lesz benne, de nem lett, hál' Istennek, ez tényleg filozófiai megközelítés volt. És annélkül, hogy rabolnám az idejüket, zárszóként annyit én is mondok egy zárszót, hogy következő foglalkozásra egy hét múlva kerül sor, ennél gyakorlatilasabb információkat fogunk megbeszélni, gyakorlatilag arról lesz szó, szintén politikamentesen, hogy mi is az a hír. Tehát most tudtuk, vagy tudjuk azt most már, hogy mire kell vigyázni, ha egy hír jön szembe az utcán, de hogy miből épül föl, milyen alapvető ismérvei vannak, és hát az álhír összefüggésekre is sort kerítünk majd, de kvázi értsük azt, hogy mikor olvasunk hírt például, és mikor olvasunk egy véleményt, ami sokak számára esetleg összemosódhat, de nagyon jó szakmai ismérvek alapján meg lehet ezt a kettőt különböztetni, ehhez szeretnék egy kis segítséget adni. Úgyhogy köszönöm szépen, remélem mindenkivel találkozunk egy hét múlva ugyanitt, és még egyszer köszönöm Ferencnek az előadást. Köszönöm szépen.